Felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását javasolják az ügyészeket egy 74 éves nógrádi férfivel szemben, aki a kutyáját kínoszta és éheztette. Mint kiderült, a férfi a menhelyről fogadta örökbe az állatot, de az mindig elkóborolt, ezért egy madzaggal kötötte ki egy karóhoz, amely az állat nyakát elszorította, a férfi persze ezzel sem törődött. A kutyát állatvédők mentették ki, ennek köszönheti életét. Az állatvédők felvételén jól látszik, hogy a kutya csak nehezen tudott mozogni, teljesen el volt gyengülve, átfagyva, csonttörésekkel vitték állatorvoshoz. Szerencsétlen kutyus borzalmasan rossz körülmények között volt tartva. Az udvarban volt lánccal a nyakában megkötve, ami már belenőtt, tehát a lánc már belenőtt a nyakába. Emellett pedig egy végtelenül lesoványodott, rettentően sokat éhező kutyus volt. Az állatvédők a kutyát kimenekítették a kegyetlen gazdájától. Az ügyben vizsgálat indult, a 74 éves férfi ellen most emeltek vádat az ügyészek. A vádirat szerint a férfi 2022-ben befogadott otthonába egy 3 éves keverékkutyát. Mivel gyakran elkóborolt, a gazda a kutya nyakára bálamadzagot tekert, azt hozzárögzítette egy lánchoz, majd kikötötte az udvaron található ólhoz. Ezt követően az állatról nem gondoskodott megfelelően, védett helyet, ivóvizet nem biztosította számára, élelmet is csak ritkán adott neki. A sokat látott állatvédők azt mondták, hogy még őket is megrázta az, ahogy ezt a kutyát tartotta a gazdája. Aggódtunk azon, hogy milyen állapotban találjuk ezt a kutyust, féltünk attól, hogy már esetleg nem is él, de szerencsére azért sikerült minden is jóra fordult az élete. A kegyetlen gazdát az ügyészség állatkínzás büntettével vádolta meg, amiért felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól.